Azok, akik a háború kirobbanása után érkeztek Ukrajnába, és nincsen meg a Schengen övezetből való belépéshez szükséges iratuk, az ő esetükben a továbbiakban nem fogjuk megengedni a Magyarország területi lépést. Ezt 3 nappal cikkünk megjelenése után jelentette be a kormány. Írásunkban azt mutattuk be, hogyan jöhet be bárki, akár egy izraeli, indiai vagy nigériai állampolgár is a magyar-ukrán határon keresztül, ukrán egyetemi meghívólevél birtokában. Mindez szervezett módon történik, ügynökök közvetítésével. Érvényes papírok birtokában tehát maga a határátlépés legális, de a magyar határig vezető út jogilag nem egészen fedhetetlen. Az egyetemi jelentkezést a legtöbb esetben közvetítő ügynökök intézik a jelentkezők számára, a papírok beadásától a vízum megszerzésén át az utazás megszervezéséig. Ebben a videóban egy vélhetően pakisztáni ügynök magyarázza el üzletfelei számára, hogyan lehet ukrán egyetemi papírokkal Európába jutni. Szavaiból ki lehet következtetni, mely pontokon lehet szó valamilyen stikliről vagy kenőpénzről. Például elmondja, hogy olyan egyetemről kell meghívólevelet kérni, amelynek személyzete segíti az ügynököt és elintézi az ukrán határt is. Folyamatnak nagyjából minden része korrupcióval terhelt. Nem csak az ügynökök, hanem hivatalos személyek részéről is. Követségek, konzulátusok és a határvédelem munkatársai is közreműködnek a szervezett nemzetközi migrációs hálózatokban. Kerestük az ügyben az Ukrán Oktatási Minisztérium nemzetközi oktatásért felelős háttérintézményét. A tőlük kapott adatok szerint a háború kitörése után is 9476 meghívó levelet adtak ki ukrán egyetemek külföldi diákok számára. Ahogy írták, jellemzően most is a korábbi top 10 országokba. Megkerestük a 10 legtöbb meghívó levelet kiállító ukrán egyetemet is. Bár sajnos csak egy helyről érkezett válasz, ők azt írták, hogy a háború kezdete óta 150 meghívó levelet adtak ki, és ebből mindössze egy fő iratkozott be végül, és kezdte meg ténylegesen a tanulmányait. Hogy a többi meghívó levéllel mi történt, azt nem tudjuk. Az országos rendőrfőkapitányságtól is kértünk adatokat a határátlépésekről. Márciusban, ahol a diagramon a csúcs van, zömében biztosan a valóban Ukrajnában tanuló vagy munkát vállaló külföldiek menekültek Magyarországra, valóban a háború elől, és jogosan kértek védelmet hazánkban. Ugyanakkor az április utáni időszakban is több mint 17 ezerszer léptek be harmadik országok, azaz nem EU-s és nem ukrán állampolgárok a magyar határon. A nemzetközi jog, de még az alaptörvény is kimondja, hogy nem lehet senkit visszaküldeni oda, ahol az életét veszély fenyegeti, ahol kínzás, embertelen megalázó bánásmódba ütközne. Legyen ez akár a saját országa, akár egy harmadik ország. És hogyha valaki Ukrajna irányából szeretne belépni Magyarország, és azt mondja, hogy én most itt vagyok, de innen el kell menekülnöm, mert itt az életemet veszély fenyegeti, akkor őt be kell engedni Magyarországra azért, hogy megnézzük, hogy valóban veszélyfenyegeti az életét, és hogy egyébként az ő országa, hiszen ugye itt a probléma az azokkal van, akik nem ukrán állampolgárok, az ő országában miért nem tud hazatérni, és hogy kivitelezhető-e, hogy oda hazatérjen, ott veszélyben lenne az élete. De az, hogy kint hagyunk embereket a küszöbünkön szó szerint, hogy ott bombázzák őket le, az nem fér össze Magyarország alaptörvényben vállalt kötelezettségével sem. Akik nem rendelkeztek tartózkodási engedéllyel, vagy a háború kitörése után kapták meg, és azért utaztak be Ukrajnába, hogy visszajönnek ezzel a rendszerrel, az ő életüket sem lehet veszélyeztetni. Nem lehet akadálya egy emberi jog érvényesülésének az, hogy utána az állam logisztikailag képtelen eleget tenni a saját döntésének.